A fotózás az egy fárasztó meló. Mindig úgy gondoltam erre, hogy ez nem az én világom, de most ez, amit a Pali kitalált, ez nagyon tetszett nekem. Fotográfus, aki ezt az ötletet, hát legalább egy 30 évvel ezelőtt, de lehet, hogy csak 25 csinálta meg, hogy színészeket leültetett így kamerával szembe, és ilyen kis szituációkat felolvasott nekik. És egyszer fotózta az arcukat. És arra ők reagáltak. Ja. Én ezt még szétcsavarom, ez a mai jelenkori AI és AR és minden egyéb őrülettel. Ez tulajdonképpen a mesterséges intelligencia. A gyerekeimmel azzal szoktunk hülyeskedni, hogy alapvetően azért én egy boomer vagyok. Tudod, mi a boomer? Te is az vagy? Nem lehetsz, te fiatal vagy boomernek. Tehát még erre rácsavarsz. Igen, a mesterséges intelligencia és a augmented reality az a kiterjesztett valóság, köszönöm szépen. Aha, hát magyarul még az is lehet, hogy valaki mögött egy futurisztikus táj lesz, vagy... Abszolút, bármi. Vagy a ruha meg lesz cserélve rajta, az vagy ilyesmi. Az is lehet. Ja. Hát ezek magasak nekem. Én azt szoktam mondani, hogy én ott vesztettem el a fonalat, amikor a csöves rádiót megcsinálták. És az az éterből leszette a frekvenciát, vagy a rezgéseket, és emberi hangot, zenét, és egyebeket közvetített. Ott vesztettem el a fonalat. Az nem most volt, ugye? Mert ugye az a kérdés, nem azt szerintem, hogy valaki tudja használni, mert egy rádiót minden hülye be tud kapcsolni. Egy telefonon én is be tudom ütni, amit keresek, és akkor kiadja. De hogy megérteni azt, hogy működik. Na, én erre mondom, hogy ott vesztettem el a fonalat. Aki besétál a kiállításról, mert egy kiállítás fog készülni, szép portékat fog látni. Aha. Semmi háttérrel, hanem csak a te gesztusaiddal, vagy a porték. Ja. De abban a pillanatban, hogy előveszi a telefonját, ezek a portrék, ezek tulajdonképpen ilyen triggerpontok, olyan, mint egy QR kód, bármi, képet felismeri, és hozzá kapcsolja, és a térben gyakorlatilag elmozdulva, tehát ott ilyen több rétegben tudsz majd a különböző rétegek között sétálni a telefonoddal. Nagyon tetszik. Hát amiket te még mögé teszel kiterjesztett valóságot, mit tudom, én azt a telefonján tudja majd megnézni. Hát... Tessék parancsolni. Oké. Okay. Ott le lehet. Én ülök veled szembe, és miután te vagy az abszolút első, és az abszolút teszt, és egyben. Főpróba, mint előadás. Mint előadás. Olvasó rendelkező, főpróba, mint előadás. Kicsit így csináltam. De nincs jelentősége, mert remélem nem. Ja, mert másik haj lesz rá téve. Úgyis. Családi összejövetel, ahol egy levél érkezik. Régóta várt örökséget kapsz meg. Felbontod a levelet, és... közül a családdal. És ez jó nekünk? Ez egy nagyon jó hír, ez egy örömhír. Ez is egyébként a címe, hogy a nagy örömhír. Tulajdonképpen ilyen érzelmeket kerestem, amiből a ChatGPT legenerálta ezeket a szituációkat, és én ezeket adtam vissza nekik. És akkor legyen egy pillanat, kinyitom, mondjuk a tenyeremben van a levél, körbenézek, hogy mit szóltok, és elkezdem olvasni, azt a büdösen. Nem véletlen, hogy azt mondják, hogy a zsonglőrök mikor gyakorolnak, akkor kb. 10-12 percet tudnak koncentrálni. Utána cigiznek, kávéznak, dumálnak, olyan, mintha egész nap nem csinálnak semmit. Az is a gyakorlás része, ott kilazítanak és újra. Itt is ez van, hogy különböző erős érzelmi állapot, főleg az, amikor egyik szélsőségből a másikba átmenni, hát ez valóban ez erős koncentrációt jelent.
Ez most kifejezetten szórakoztatott, és jól éreztem magam én. Tök jó. A ChatGPT feldobott egy olyan jelenetet. Az elveszett levél. Nekem volt egy ilyen történetem, hát ez erősen hatott rám. Egy középkorú férfi szerepében vagy, egy rég nem látott családi fotóalbumot lapozgat, és egy régi soha nem postázott levelet talál az elhunyt édesanyjáról. Egy nagyon régi barátom, akivel együtt voltunk katonák, és többször aludtam nála a katonaság alatt, mert egy rendes pesti fiú volt, én meg vidéki, mikor egy napra engedtek csak el minket, akkor mindig mondta, hogy gyere hozzánk. És én vélhetően a katonasságnál kaptam egy levelet a bátyámtól. Valahogy ez a könyves polcra került, két könyv között ott volt, és most, amikor 40 évvel később pakolászott a könyves polcon, akkor fölhívott, hogy te figyelj, de van itt neked valami 1980-ból. És a tesóm 2015-ben meghalt. Tökéletes. Jaj, de jó. És hát ez egy elég nagy flash volt ezt úgy elolvasni. Egy író szerepében vagy, és aki egy elhagyatott házban tölti az éjszakát, inspirációt keresve, amikor is. Megjönnek a szellemek. Valami különös zajt hall, aha, elkezdesz rettegni, megdermedsz és képtelen vagy mozdulni. Hát. Oké. Okay. Éves kisfiú vagy, akit a szülei ott hagytak a bevásárló központban, és nem találja őket. Okay. Kész van? Nagyon szépen köszönöm. Nagyon köszönöm. Ez az a kép, ami elindítja a videót, tehát ami a falon van, és akkor erre gyakorlatilag egy második rétegként én ráhelyezem, ami elindul. Nagyon izgi ez az egész, mutatok még egyet. Önnézetből, tehát teljesen a 3D térben úgy jövök, megyek, ahogy szeretnék. Tehát ez úgy működik, hogy van egy applikáció, Artivive névvel, amit elindítok, és gyakorlatilag maguk a képek működnek úgy, mintha egy QR kód lenne. Elindítják a videót, itt tartok pillanatnyilag a Scherer Pepe képeivel. Na kérem. Akár kinyomtatva, akár a képernyőről. Bárhogyan mozgunk a térben, bele is tudok nyúlni. Ez a füst, ez gyakorlatilag 3D-ben van jelen, ezek a képek pedig nagyban a falon lesznek, és akkor mindenki a saját telefonjával tud jönni, én ezzel a folddal, és plusz ebben az applikációban még rögzíteni is tudok, tehát hogyha elindítok egy felvételt, akkor 10 másodpercet tudok rögzíteni a telefonnal. Valaki szeretné a kiállításon ezt az élményt magának, hogy hazaviszi gyakorlatilag, tehát nem csak lefotózza a képeket, hanem ez a tartalom, ami nyilván a telefon hatására jön elő, fölvehető, hazavihető, elrakható, és a telefonban újra visszanézhető. Fotó, videó, hang, 3D, minden van benne, úgyhogy Isten lesz. Már nagyon várom.